Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás augusztus 28-áig. Itt ezen a két képen két férfi látható, tehát utal a férfiakra, vagy utal a lelki társadra. Itt látható, hogy nála vannak kihívások, de van győzelem, hiszen nagyon magabiztos a fellépés, olyan, mint egy király, tehát megvan ez a büszke tartás, védi magát, nem fut el az események elől. Itt láthatóak a megújulások, a változások, és te adsz számára életerőd. Itt látható, hogy vannak nála még támadások, de védi magát. Itt szűkös a helyzet, és ki akar lépni ebből a helyzetből. Ezek lehetnek problémák a munkáját illetően, a családját illetően, a környezetét illetően, vagy vannak nála félelmek. Itt ezen a képen két hölgy látható, és ez a felszabadulás érzete. Ha egy hölgy vagy, akkor ez a kártya utalhat rád is, hogy valami ugyan még fogva tart téged, de kilépsz ebből a helyzetből. És itt látható a belső harmónia, azon kívül a csillagok szerencsét hoznak. Utalnak az időre is, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, úgy, ahogy a csillagokban ez meg van írva. Itt ez a kép hasonló ehhez, itt is kell a belső harmónia, a háttérben ott van egy angyal, és őriz téged. Amit a korsok itt még jelentenek, az arany és az ezüst. Itt is látható a tűz eleme, a víz eleme, vagy mondhatnám az arany és az ezüst. Az arany az jelképezi a napot, tehát a férfias energiát, az ezüst jelképezi a holdat, tehát a nőies energiát, és itt megvan az egyhang, a közeledés, ez lehet egy testi kapcsolat is. Akkor is, ha nála még van ez a húzavona, tegyem vagy ne tegyem, vagy lehet itt ez a támadás, ahol ő győzni akar, de látható, hogy megnyugszik a helyzet, hiszen ez a kép utal a belső nyugalomra, és itt lesz egy új irány, utazások, külföldi kapcsolatok, és a kettes szám jelenti a párkapcsolatot kettőtök között, ő és te, de utalhat bizonyos szerződésekre is, és az külfölddel áll összefüggésben. Ti megtaláljátok ezt az arany utat, a közép utat, amit a lelketek kiválasztott. Itt egy pár vagytok, ő a király, te a királynő, mindketten utaltok a tűz elemére. Ez a bátorság, ez a lelkesedés, de jelentheti a szenvedélyeket is. Minden úgy fog történni, ahogy a sors könyvében ez meg van írva, vagy itt a csillagképekben. Ez a főpapnő jelenthet egy spirituális területet is, lehet, hogy ez érdekel téged, és számodra ez az aranyút, és ez is életerőt ad számodra. Itt látható az uralkodó nő, az jelentheti azt, hogy te uralkodsz a gondolataid felett, uralkodsz az érzelmeid felett, uralkodsz a helyzet felett. De ez az uralkodónő azt is jelentheti, hogy valaki megpróbál parancsolgatni, uralkodni fölötted, vagy ő fölött. De ti átteszitek magatokat ezen, hiszen itt van ez a királyi és a királynői büszke tartás. Azon kívül itt ezen a képen látható az energiamező,
És ez nagyon jó nálad, ez a te kisugárzásod. Amit ez a kép még jelenthet, külföldi kapcsolatok, ugyanúgy, mint itt ezen a képen is látható, hogy ez a férfi ebbe az irányba tekint, tehát keresi a külföldi kapcsolatokat, vagy tervez veled egy utazást. Nála le kell zárni a múltat, de van jövő, hiszen ez a két kehely utal rád és őre, és a kelyheknél érzelmekről van szó. Ő lezárja a múltat, ezeket a vitákat, veszekedéseket, lesz egy új irány, ő még nem látja azt, hogy hova érkezik, de megvan a bizalom, és itt megvan ez a kisugárzás, te tudsz neki ebben segíteni, hiszen te adsz neki életerőt, ezt a belső nyugalmat, és te mutatod meg számára ezt az aranyutat, ezt a középutat. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!